Az, hogy mely területek fejlődnek egy városon belül, nagyban függ attól, központi szerep járul-e hozzá, vagy a maradék elve érvényesül. A közművelődés és a városmarketing Bátaszéken a figyelem középpontjában volt. Ennek megfelelően az ehhez csatlakozó fejlesztések is megtörténtek a ciklus folyamán. De nem csak az infrastruktúra változott, a ház működésének jellege is más arcot öltött. Nyitottabb lett, a kíváncsi emberek könnyebben ide találnak, több időpontban megtalálják a bátaszéki Petőfi Sándor művelődési házat, és ez többek között köszönhető nyilvánvalóan ennek a lelkes csapatnak a munkájának, illetve annak, hogy tavaly valamikor kora tavasszal azért a hátsó irodarészleg előre költözött, ezért ki tudtok nyitni állandó jelleggel a ház főbejáratát. Megpróbálunk minden olyan lehetséges alkalmat, eszközt, hirdetési felületet használni, amely mi meg tudjuk mutatni, hogy melyek azok az események, alkalmak vagy programok, amelyekre bejöhetnek hozzánk a bátaszékiek, illetve a városba érkezők. Amellett sem tudunk elmenni, hogy történtek fejlesztések, hiszen a tavalyi esztendő első felében a ház egész elektromos hálózatát kicserélték, és olyan világító berendezéseket kaptunk, amelyek a 2018-19-es esztendőnek és az kor elvárásainak mindenféleképpen megfelel. A felújítás az pedig nem csak arról szólt, hogy az elektromos részeket megoldjuk, illetve kicsereljük, ez égető probléma volt és a legfontosabb, de hál' Istennek már a tavalyi esztendőben is tudtunk a technikai eszköztárunkat fejleszteni, hiszen az önkormányzat jóvoltából közel 1 millió forintot tudtunk fordítani a hangosításunkhoz szükséges technikai berendezések beszerzéséhez. Illetve az üzleti tervünket is úgy fogalmaztuk meg már az elmúlt évben és 2019-ben is, hogy jócskán szántunk pénzt azokra a technikai berendezésekre, amelyek akár a programok szervezését és lebonyolítását elősegítik és megkönnyítik. A fejlesztések sora ezzel nem zárult le. Az elektromos hálózat megújítása csak az egyik lépcsője ennek a folyamatnak. A következő a napokban indul, mely jelentős befolyással lesz majd a ház egész működésére. Azt gondolom, hogy ebben az önkormányzati ciklusban azt lehet elmondani, hogy a közművelődés az nem úgy működött, mint esetleg korábban, hogy ha maradt pénz, akkor a közművelődést is próbáljuk kicsit abajgatni, hanem megfordítottuk a sorrendet, és a közművelődés igen előkelő helyen szerepelt városunk életében. A létesítményeket próbáltuk olyan szinten karbantartani, hogy ami egy kis 21. századi kisvárosnak megfelelő. Ugye a Városi Könyvtár épületének korszerűsítése zajlott le az elmúlt esztendőkben, és hát folyamatosan a Petőfi Sándor művelődési ház fejlesztését is elvégeztük, hiszen villamos hálózatkorszerűsítést végeztünk, a nagy teremnek a padozatát újítottuk meg, mi úgy hívjuk, hogy a zöld terem, az is megújult az elmúlt időszakban, és ezt a folyamatot folytatva ebben az esztendőben az épület igen elavult fűtését fogjuk korszerűsíteni az elkövetkezendő hetekben. Itt próbáljuk majd a munkálatokat úgy elvégezni, hogy lehetőség szerint ne nagyon zavarjuk a ház életét, de mivel egy építkezésről van szó, ez azért nem lesz teljesen elkerülhető, ezért egy kis türelmet kérünk. Ez a beruházás mintegy 12 millió forint értékben fog megvalósulni, és egy korszerű, szabályozható és energiatakarékos fűtési rendszert tudunk építeni. A város terveiben további fejlesztések is szerepelnek. Szeretnék még komfortosabbá tenni a látogatók előtt a házat, így például keresik a lehetőségét a székek cseréjének, hogy igazán akkor elvárásai szerinti műfázzal rendelkezhessen bátaszék. A fűtés korszerűsítésének ideje alatt megváltozik a próbarend a házban, melyről értesítést kapnak majd az együttesek vezetői is.